Kis türelmet kérünk, mindössze 12 évet, és ott folytathatja az életét, ahol abba hagyta. Így hangzott az ítélet a sorozóbizottságon. Mit érezhetett Herman Otto, amikor ezt meghallotta? Az ítélet kétségtelenül igazságtalan, de ehhez ő is hozzájárult könnyelműségével. 22 évesen pályája megtörni látszik. Eresszerek haza. Herman Otto apja halála után Bécsben maradt és beállt géplakatosnak. Minden szabad idejét a Bécsi Természettudományi Múzeumban töltötte rajzolással és preparálással. Ekkor kapta meg a behívóját a császári sereghez. Nem, hogy nem ment el a sorozásra, de ki sem mentette magát. Arra gondolt ugyanis, hogy nagyot hallása miatt úgysem vennék be. Továbbá hazafiként ahhoz sem fült a foga, hogy osztrák katona legyen. Kényszer sorozásra hívták. Egészségesnek, ezért szimulánsnak találták, és 12 év katonai szolgálatra ítélték. A sorozásra már haza sem mehetett, nehogy megszökjön. Két kemény év következett Zsolnán kiképzés gyanánt. Aztán a századával fiú még jutottak. A helyzet kilátástalan volt. Mint annyiszor máskor, most is különleges képességeinek köszönhette, hogy kikerült a közkatonai sorból. Felfedezték és századírnokot csináltak belőle. Így a parancsnoki szállás mellett alhatott, és nem kellett a nyírkos kazamatákban laknia. Már mindenki számára világossá vált, hogy a félsüketség nem volt szimuláció, szorult helyzetéből mégsem menekülhetett. Egyik nap azután ezredesét Bécsbe irányították, de kedvenc írnokát nem vihette magával. Felajánlotta azonban, hogy teljesíti Herman egy kívánságát. Engedjenek haza, hangzott a kérés. Ezúttal alkalmatlannak nyilvánították, és szabadnak. Katona élményeiről később Adriai képek címmel tárca sorozatot jelentetett meg.